Spanyolország, Norvégia és Írország is bejelentette, hogy elismeri az önálló palesztin államot. A norvég miniszterelnök szerint enélkül nem lehet béke a Közel-Keleten, a spanyol kormányfő szerint pedig nem szabad megengedni, hogy erőszakkal lerombolják a két állami megoldást. A döntések jövő kedden lépnek életbe. Izrael válaszul, azonnali konzultációra hazarendelte nagyköveteit a három országból. A kormány úgy döntött, hogy Norvégia elismeri Palesztina államot. A döntés május 28-án lép hatályba, jelentette be a norvég miniszterelnök szerda reggel. Szerinte csak akkor lehet béke a térségben, ha az izraeliek és a palesztinok is a saját államuk határai között élhetnek. Palesztina elismerésével a mérsékelt erőket támogatjuk, amelyek az elhúzódó és kegyetlen konfliktus közepette visszaszorulóban vannak. Ez az egyetlen olyan megoldás, amely tartós békét hozhat a Közel-Keleten, fogalmazott a kormányfő. Csak nem ezzel egy időben jelentette be a palesztin állam elismerését a spanyol miniszterelnök a madridi parlamentben, illetve az ír kormányfő Dublinban. A három ország már hosszú hetek óta egyeztetett a döntésről. Simon Harris emlékeztetett arra, hogy az államiság elismerésének különleges jelentősége van országában, amely nagyjából egy évszázada kiáltotta ki függetlenségét. Az, hogy elfoglalhattuk helyünket a nemzetközi szintéren, és ehhez való jogunkat más országok is elismerték, államunk alapítói számára a legfontosabb dolog volt, fogalmazott az ír politikus. Az izraeli külügyminiszter közösségi oldalán írt bejegyzésében úgy fogalmazott, a mai döntés üzenete a palesztinoknak és a világnak, a terrorizmus kifizetődő. Hazahívtam azonnali konzultációra a Spanyolországba, Írországba és Norvégiába akreditált nagyköveteinket, és berendeltem a külügyminisztériumba a felsorolt országok nagyköveteit, közölte a külügyminiszter, aki Gázában fogva tartott túszok családtagjaival látogatott Párizsba. A berendelt nagyköveteknek levetítenek egy rövid videófelvételt, amit a Hamas készített a tavaly október 7-i támadáskor elfogott és megkínzott izraeli katonalányokról. Itamar Ben-Gvir, izraeli nemzetbiztonsági miniszter a jeruzsálemi templomhegyre, az Al-Aqsa mecsethez látogatott, hogy kifejezze tiltakozását. A palesztin állam elismerését bejelentő országok a Hamas gyilkosait és bántalmazóit jutalmazzák meg, fogalmazott az izraeli politikus. A megszállt Cisjordániát irányító palesztin hatóság viszont történelmi jelentőségűnek nevezte a három ország bejelentését. Három fontos európai ország elismerése nagyon nagy lépés a nemzetközi joggal összhangban álló kétállami megoldás szempontjából. Reméljük, hogy más európai országok is követni fogják példájukat, mert ez az egyetlen út a béke és a stabilitás felé, jelentette ki Mahmoud Abbas palesztin elnök szóvivője. Egyelőre úgy tűnik, az európai országok többsége kivár. Franciaország és Málta például nem tartja alkalmasnak az időpontot egy ilyen döntéshez. Magyarország sem tervezi elismerni a palesztin államot, mondta egy kérdésre válaszolva az Ammanban tárgyaló magyar külügyminiszter. A magyar kormány tartalmi pozíciója az ön által felvetett kérdésben úgy néz ki, hogy a terrorszervezetek és a terrorizmus felett győzelmet kell aratni, a civil lakosság életét pedig meg kell óvni. Mi ezt tudjuk mondani Közép-Európából ebben a kérdésben, és az ön által említett nyugat-európai vagy európai országokhoz hasonló lépést Magyarország nem tervez. Az Izrael szoros szövetségesének számító Egyesült Államok sem támogatja az egyoldalú lépést. A Fehérház szóvivője úgy fogalmazott, Joe Biden elnök a két állami megoldás híve, de úgy véli, hogy ezt csak is tárgyalások útján lehet elérni.